Megyünk a parkoló fele, ilyen a látvány. Nagyon-nagyon szép. Amúgy ott a másik oldalt is vannak hegyek és felhők. Ott áll Zoli, kék kocsiba. És most megmutatom egy kicsit a látogatói központot, hogy milyen a park. Van egy kávézó, de az 5-kor bezárt. Mi a plusz parkolóban voltunk, ahol a lakóautók és a mobilhomok parkolnak, vagy esetleg a személyi autók, hogyha ebbe a fő parkolóban nem férnek el. És akkor látjátok, megyek ehhez a szoborhoz. Őszintén szóval nem tudom, milyen szobor, majd mindjárt megtudom. Itt van a látogatói központ, és van mosdó. Onnan meg ordibálnak, mert bementek az erdőbe. Onnan felmentek a viadukt kilátójához. Itt van amúgy, hogy ilyen display. Az azt jelenti, hogy előre meg kell venni a jegyet, és ki kell rakni a szélvédőre. Van mosdó, valószínűleg ebben az épületben, ami bezárt, mikor már mi jöttünk. Tehát most ma is 6-kor ment el az utolsó vonat, nem tudom, akkor miért nem várják meg, hogy legyen egy mosdó. És akkor most megnézem azt, hogy mikor mennek a vonatok. Azt írják, hogy a hegyekhez el lehet érni, a viadukt utáni hegyekhez 30 perc sétával. 20 perc ide a viadukt, ahol mi voltunk. És van itt egy 5 perce is, ugye ez valahogy sokkal közelebbről lehet, hogy közelebbre kell felsétálni, és akkor látjátok a viaduktot. És mi van még itt? A vonatok. Nagyon-nagyon változó, hogy mikor mennek. Itt van, sok mindent fel lehet fedezni, Glenfinnanba, ahol most vagyunk. Itt a monument, akkor mi itt vagyunk. És akkor el lehet sétálni ide a templomhoz is, a múzeumhoz is. Sokféle gyalogos út van, meg biciklis út is. Jó, akkor megyek is. Hogyha esetleg ide juttok, akkor tudjátok, ennyire van a monument. Találtam egy fahidat, és akkor lehet menni egy ilyen kis erdei túrán is, sétálni. Ez nagyon jó itt az erdőben, ilyen kis fa sétány, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt. Ezt lehet, hogy benézek ebbe, de először most tényleg elmegyek az emlékműhöz. Nem tudok betelni ezekkel a hegyekkel. Remélem nem unjátok. De mindig meg kell mutatnom a hegyeket. Hallottam előbb egy suhogást a hátam mögött, és szerintem egy holló ment el mögöttem. Itt nagyon sok holló van, furcsa mód. Ahogy videóznám ezt az emlékművet, de pont ott van egy család, úgyhogy picit később megyek oda. Addig itt vagyok a parton egy picit. Szerintem Zoli már drónozik, mert már hallottam a drónt, meg láttam is, és föl is vett. Valószínű, hogy ő lusta volt, és eljött az autóparkolóból a drón idáig. És előbb meg pont egy harangot hallottam, a templom harangját, tök érdekes volt. De már csak nagyon büszke teszem. Meg tegnap szétcsíptek az a kis szúnyogok. Mindjárt be fogunk bevenni a viadukthoz, bocsánat. Az emlékműhöz, és közelebbről láthatjátok, hogy mi van ott. Ezen a kapun megyünk be. Sajnos nem lehet felmenni, legalábbis most nem lehet. Nem látok itt írást, hogy be lehetne amúgy menni, úgyhogy
szerintem végleg le van zárva. Főbb adatokat majd a videó alatt fogok írni erről, az emlékműről. Most egy kicsit sietnem kell, mert szeretnék bemenni az erre az erdei sétányra is. Szerintem ott, ahol látok embereket, ott van a kilátóhely az 5 perces sétához. Sétával elérhető kilátóhely, onnan láthatjátok a viaduktot. Igen, igen, mert láttam is a viaduktot is, az ott van, és akkor vannak az emberek, az lehet az 5 perces séta, mi valahol ott arra voltunk. Így néz ki oldalról a látogatói központ, és akkor most bemegyek egy picit az erdőbe. Innen rá lehet látni az emlékműre. Itt vagyunk amúgy az út mellett közvetlen. Gyorsan ezzel még végig megyek, aztán kitaláljuk Zolival, hogy most holnap, és hát ma elindulunk-e hazafele, vagy csak holnap. Semmit nem láttam, egy pillagot, egy szitakötőt, egy madarat. Hát ezt meg lehetne kerülni, ahogy láttam, egy nagy kört lehet leírni, és akkor ide lyukadunk vissza. Most ezen nem megyek végig. Egy kis ízelítőt kaptatok belőle. Ha valaki itt jár, és kíváncsi rá, hogy menjen rajta végig. Hát csak majd nézem, milyen ez az út ahhoz a kilátóhoz. 5 percet mondanak. Azt írják, hogy könnyebb feljutás. Innen már csak 2 perc. Fel is értem. Ha egy kicsit kiérdeztek itt a savas részen, legalábbis most sár van, mert esett, akkor ennyit lehet látni. De akkor már inkább javaslom, hogy menjetek fel, ahol mi voltunk, oda, hogy azt a fehér vonalat kövessétek, ott menjetek el balra, és oda feljuthattok. Jöttünk azon az úton, piros lámpát kaptunk, azt hittük, hogy a vonat jön, ezt fordítják el, és mennek át a vitorlás hajók. És ez mekkora szervezés kell ahhoz, hogy ezeket is ugye a lokokon bejönnek a hajók, akkor mindegyik, amire kimegy egyesével a vitorlás. Ezek hatalmasak ahhoz képest. Nagyon. Ráadásul, hogy milyen sok van egymás után. Fölmegyünk a végére, megnézzük, szerintem ott a tenger. Vagy, micsoda kis Scrabble-ből kirakott kis teázó, kávézó van itt, kérem szépen. Még mindig itt vagyunk, a lokkok mellett. Már ennyit feljöttünk. Nem is látjátok a végét. Föntebb megyünk, és akkor meglátjuk, hogy ez a tengerhez megy, valószínű. Vagy hát onnan jönnek a hajók. Ez milyen kis hangulatos. Elértünk a végéhez. Mehetnénk még tovább, de ez biciklivel lehet, hogy jó kis túra lenne. Fort Williamben, hogyha jártok. Innen nem látszik, hogy lefele hány darab volt, de
Amúgy nagyon örvénylik, tehát nézzétek meg, itt milyen sima a felület. És itt, hogy mennyire örvénylik már. Szerintem. Most itt vagyunk ugye a kék pöttynél, az Fort Williams, és szerintem innen lehet átjönni ide, úgyhogy különböző lokkok vannak, mert ugye ott van Inverness, utána van megint egy hosszú tó, itt megint van valamilyen, látjátok? A víz, a kék a víz. Tehát végig Lock Bay, itt megint vannak valami vizek, és akkor utána, amikor az ember itt van Fort Williamben, tehát szerintem ez egy itt Inverness-től át lehet egészen Fort Williamig jönni csatornákon. Mondjuk Észak-Írországból jönnek, és valahova akarnak menni mondjuk Norvégiába, akkor nem kell megkerülniük az egész Skóciát, hanem csak átjönnek itt, levágják és mennek föl.